A Tour de Hongrie és a közvetítés támogatói az OTP Bank, a Kunsághez ZRT, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság, a MOL, az OT Industries, a Szerencsejáték ZRT, a Festina, a Europcar, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Akkor, amikor az M4 Sport elindult, akkor az egyik célunk az volt, hogy a magyar sportokat bemutassuk, és a magyarországi versenyeket is. Most kerékpárral foglalkozunk, és folytatjuk méghozzá a Tour de Hongrie-val, amely jó néhány évnyi szünetet követően újra elindul, és reméljük, hogy rendkívül sikeres ívet ír majd be az évek, évtizedek során. Sok szeretettel köszöntöm Szeghalmi Bálintot, állandó szakértőnket, aki az egész hetet majd velünk figyeli. Köszönöm, hogy itt vagy. Neked is vannak emléked a Tour de Hongrie-ról, hogyha jól tudom, sőt, egészen szép emlékek is. Vannak igen szépek is, az utolsó 3-4 versenyen én is részt vettem, illetve 2007-ben legjobb magyarként az összetett negyedik helyen sikerült zárnom, ami még mindig egy szép emlék azóta is. Nagyon fontos a magyar kerékpársportnak, hogy legyen egy ilyen magyar körverseny, ugye? Nagyon fontos, és az utolsó években ugye sajnos Nemzetközi Szövetség által elfogadott, illetve kategorizált verseny nem volt Magyarországon többnapos, és ezért is örülünk annak, hogy újra van Tour de Hongrie. Azért is jó egy ilyen verseny, mert megismerkedhetünk Magyarország érdekességeivel, gyönyörű településeivel, tájaival. Az elkövetkezendő napokban ez is az egyik célunk. Nézzük meg, hogy hogyan készültek a szervezők a szombathelyi rajtra, ami egy 1,2 kilométeres prológ volt. Után rendezik meg ismét a Tour de Hongrie-t, a verseny főszervezője Erzsen Kramer Károly. Kacsi, mennyire volt nehéz 7 év után újjá éleszteni ezt a viadalt? Az elmúlt hónapokban a médián keresztül igyekeztünk mindenki figyelmét fölírni a túra. Óriás plakát kampány és média kampányt toltunk, remélem, hogy nagy sikerrel. Úgy tűnik, hogy Szombathelyen már sokan tudnak rólunk. Mögöttem a főtéren készen állunk a rajtra, sokan várnak minket. Szurkolunk, hogy minden jó sikerüljön. Ugye az olimpiai kvalifikációban is jelentős szerepet tölt be ez a verseny. Mondhatjuk, hogy ez a legnagyobb presztízsű Tour de Hongrie az elmúlt 90 évből? Hát komoly tétje van. Azt gondolom, hogy a magyar kerékpársport jövője szempontjából komoly tétje van. A kerékpársport kiemel sport, hát ezelőtt 2 évvel nagy lehetősége előtt állnak a bringás csapatok, magyarországúti kerékpársport is. Ha az idei Tour de Hongrie-n jól teljesítünk, maga a verseny is jól teljesít, ami rajtunk nem fog múlni, a csapatok is jól teljesítenek, és lesznek magyar sikerek, és összefogás lesz, ez nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy a kerékpársportnak egy jó lehetősége, hogy előrébb lépjen. A Tour de Hongrie történetében is számottevő szereplő Szombathely. 1963-ban innen indult, és itt is ért véget a magyar kerékpáros körverseny. A 19. alkalommal megrendezett viadal alig néhány nappal azután vette kezdetét, hogy Valentina Tereskova első női űrhajósként szétnézhetett a világűrben. Előzetesen azt várták a szakértők, hogy a viadal majd a Német Demokratikus Köztársaság versenyzőiről szól, akik a béketáborból ezúttal is a hazánkba látogattak. Azonban a Balaton-Lellei 50 kilométeres csapat időfutam során az újpesti Dózsa 2-es számú sora meglepte őket, torony magasan megnyerve a kronót. Később az Inotai Szombathely közötti zárószakaszt is egy német kerékpáros nyerte, ám összetettben végül hazai sikernek tasolhatott a nagy érdemű, mivel 20 másodperc forral Mészáros András diadalmaskodott. A versenyigazgatónak mennyire összetett a feladata egy ilyen viadalom? Meglehetősen. Az én feladatom volt elsősorban a csapatok meghívása erre a versenyre. 16 csapatot hívtunk meg, 35-en jelentkeztek egyébként, nekem kellett kiválasztanom, hogy kik azok, akik végül elindulhattak ezen a versenyen. Illetve én vagyok az, aki a verseny közben a mezőny
nyel, és a mezőnyhöz tartozó autókkal, zsűriautóval, neután autóval, csapatautóval tartja a kapcsolatot, és adott esetben, hogyha viszmajor eset történik, akkor én vagyok az, akinek el kell dönteni, hogy megállítsuk vagy folytassuk a versenyt. Illetve az útvonal tervezésbe is vastagon bele kellett folynom, ez azt jelenti, hogy meg voltak határozva a rajt és a célállomások, hogy honnan indul az adott szakasz és hova érkezik, és a köztes útvonalat pedig nekem kellett kitalálnom úgymond. A Tour de Hongrie a szombathelyi prologgal indul. Az 1200 méteres egyéni időfutam rajtja a helyi Izeumnál lesz. A szaváriai Ízis szentély legkorábbi feliratos emléke a Tiberius Barbius Valens által állított oltárkő, aminek külön érdekessége, hogy állítója a város egyik dumbírje, azaz polgármestere volt. Ez mindenképpen jelentős Ízis közösségre utal a Krisztus utáni első század végéből. Egy 1955 és 1961 közötti ásatáson bukkantak rá Pannonia legjelentősebb szakrális emlékhelyére, a szaváriai Ízis szentélyre. Így tehát már Szombathelyen is sikerült megismerkednünk, és kíváncsian várhatjuk, hogy majd ez az egy hét, ez milyen versenyeket és milyen szakaszokat hoz. Meg is tudjuk mutatni azt, hogy hogyan néz ki az idei Tour de Hongrie útvonala. Egészen vasárnapig tart majd a verseny. A szombati prológ az csak 1,2 km, tehát nem túlságosan hosszú. Itt még olyan nagyon nagy erősorrend nem lesz. Ezután jön majd augusztus 5-én szerdán az első szakasz, 112 km Szombathely és Keszthely között, két negyedik kategóriás, tehát visszafogottabb emelkedővel, de egy igencsak becsapós befutóval. Aztán augusztus 6-án majd Balatonföldvár és Kecskemét között lesz a 200 km-es etap, benne Tolnánál egy negyedik kategóriás emelkedő, majd Körözés Kecskeméten a Kossuth téren, majd másnap is egy Kossuth téri helyszín lesz, csak akkor már Karcagon 136 km-rel később és távolabb. Aztán augusztus 8-án szombaton jön majd a Karcag Kékestető király etap, amely igencsak nagy izgalmakat hozhat, és egy elég nehéz hegyi befutót, a magyar ávidő ezzel, hogyan azt becézik errefelé. Úgyhogy megnézhetjük majd azt is, és utána jön majd az utolsó etap, amely Gyöngyösről Budapestre megy, és a végén a Várban is körözni fog a mezőny, majd utána a legvégén lemegy a Várkertbazár elé is. És akkor nézzük meg azt, hogy a versenyzők hogyan is várakoztak a viadalt megelőzően, aztán utána a csapatokkal is megismerkedünk külön-külön. Úgy érzem, ki tudtam pihenni az osztrák körversenyt, felkészülésem az úgy érzem remekül alakult, most vasárnap sikerült nyernem egy versenyt Szlovéniába, úgyhogy teljesen pozitívan várom a versenyt. A szeveni körversenyen egy 3 héttel ezelőtt sikerült lebetegednem a végére, ki kellett hagynom majdnem egy hetet, ugye orvostól orvosra jártam, utána egy hetet készültem, utána egy hetet versenyeztem, és utána onnan jöttem ide. Mindenkit nem ismerek a mezőnyből, tehát lehet tényleg olyan ember, aki meglepetésre lehet képes. Tudom, hogy a szlovákok között Ukratencsénben vannak jó versenyzők, a németeknél, a luxemburgi Differdans csapatánál Krisztián is versenyzik, eddig igazából bárki lehet esélyes, úgy gondolom. A mai szakaszon én úgy érzem, hogy talán a duklások, a szlovákok azok elérhetnek egy jó eredményt, hát esetleg mi, akár én is, ugye ez a táv még akár feküdhet is nekem, kb. 1000 méter a táv, még a pályaszámokból, ugye meg pályakerékpároztam fiatalabb koromban, az talán még nekem is feküdhet. Én vagyok az első számú ember a csapatban, ugye a kékesi befutó miatt, de ez igazából változhat a verseny folyamán, tehát az első nap akár lehet az, hogy teljesen átborul az egész, és akkor mindenem változtatni kell. Szerintem a mai nap az csak a mezek kiosztására szolgál, a verseny az a következő napokban fog eldőlni. 2015-ben. Ezek tehát azok a képek, amelyeket még a hivatalos csapat bemutatónál rögzítettek kollégeink az 1,2 kilométeres prológot megelőzően. Szépen lassan majd a csapatokat is megnézhetjük külön-külön. Bálint, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy várhatunk-e például magyar sikert, például egy Kusztor Pétertől. Hát igen, ő kimondottan azért jött, hogy a sárga trikót hazavigye, tehát szeretné megnyerni a versenyt. Azt gondolom, hogy abszolút esélyes is, tehát gyakorlatilag nagyon nehéz egy ilyen versenyt megnyerni, ő képes lehet erre, és mondjuk szükség van arra, hogy a magyarok összefogjanak akár itt az 5 csapatból szinte mindenki, hogyha egységesen segíteni tudná, akár Petit, vagy akár más kerül olyan helyzetbe, hogy védheti a sárga trikót. Ilyenkor akkor ez lehet van, hogy a magyarok összefognak? Tehát nem az, hogy mindenki saját magáért? Igazából volt már erre példa, főleg a Tour de Hongrie történetében volt már ilyen.
úgy segítik egymást. Most is nagyon fontos lenne ez, ugye ranglista pontokat kéne gyűjteni ahhoz, hogy világbajnokságon indulhasson magyar versenyző, illetve olimpián szintén. Úgyhogy azt gondolom, hogy így most félre lehet dobni mindenféle korábbi sérelmet, és egy célért lehet együtt küzdeni. Igen, mert azért itt olimpiai kvalifikációs pontokat is lehet szerezni jövőre. Rióban természetesen az országúti kerékpár is ott lesz a programban. És azért itt találunk olyan csapatokat is, amelyek annyira talán nem ismertek a szurkolók számára, ilyen például a Veloki Team is, amely most fönt van a pódiumon, amely csupa magyar versenyzőből áll. Ez azért a magyaroknak is egy nagyon fontos hét, mert ez az a verseny, amit a leginkább meg tudnak közelíteni, és mégis nívósnak mondható, ezért egy 2.2-es kategóriájú besorolást már idénre sikerült összehozni. Hát igen, biztos, hogy a sok magyar csapat ugye nagyon kevés szereplési lehetőséghez jut, és így azért egy ilyen komoly versenyen mutathatják magukat, az mindenképpen jól jön a szponzoroknak is, a csapatoknak is, illetve a versenyzőknek ugyanígy. Szintén az ünnepélyes procedúra része, hogy alá kell írni a rajtlistát, hiszen csak azt követően vehet valaki részt a versenyen, és minden szakaszon alá kell írni ezt a rajtlistát. Hála Istennek az időjárás az tökéletes volt, de azért, ahogy néztük az előzetes meteorológiai jelzéseket, itt a hét második felében az igen komoly kánikula, az nagy nehézség elé állítja majd a versenyzőket. Hát igen, egyrészt a meleg is, ugye főleg a hosszú szakaszon ott biztos, hogy azért nagyon komoly nehézségekbe ütközik majd a mezőny így, de arra is volt már példa, így emlékszem én is ilyenre, hogy egyszer csak a nagy melegbe jött egy olyan záporzivatar, hogy 2 métert lehetett látni körülbelül, és szerintem még ilyen is lehet a héten, hogy beleszalad a mezőny egy-egy ilyen felhőszakadásba. Még izgalmasabb lesz, ha így alakul, és még szebb képeket fogunk tudni majd önöknek mutatni a hét során. Tényleg minden nap itt az M4 Sporton nagyjából ebben az időben láthatnak majd összefoglalót a nap történéseiről. Összesen 16 csapat vesz részt. Itt azért ilyen nagy fős együttesekről nem beszélhetünk, mint mondjuk egy francia vagy egy olasz körön, tehát mindössze 6-an állnak rajthoz ugyanabban az együttesben. Ez viszont meg is nehezíti majd a versenyzők dolgát, hiszen itt egy csapat semmiképpen nem tudja majd folyamatosan irányítani a történéseket. Az első rajtolót látjuk hamarosan, az izraeli Spitz Iciket, úgyhogy vele indult ez az 1,2 kilométeres prólog, ami leginkább sprintereknek kedvezne, mert itt egy nagy sprintet kell produkálni. Hát igen, nagyon, nagyon rövid táv, illetve azt hiszem, hogy egy ilyen elnyújtott kanyar volt benne mindösszesen, tehát mondjuk 2 darab megindulással lehetett abszolválni ezt a távot. Tényleg ez igazából arról szól, hogy a versenyzők ne azonos idővel álljanak, hanem legyen mindenkinek egy saját ideje, amit visz majd a holnapi naptól magával. De mindenképpen látványos, és gondolom, hogy aki kilátogatott, az jól szórakozott, tehát azért elég jó így látni a versenyzőket egyesével, ahogy elsuhannak a belvárosban. Egyébként majd sárga trikós lesz az, aki az összetettet vezeti, és lesz további 3 trikó, amiről beszámolunk. Patrik Tibor a Trencsényből 1 perc 13,51 század másodperces időt ért el, az első volt, aki 1.14 alatt teljesítette a távot, és aztán jött Henrik Sandahl, akire érdemes lesz odafigyelni, ő 1.13-on belül tudott tekerni, és ő korábban volt a junior Paris-Roubaix versenyen a legjobb 15-ben, úgyhogy lehet, hogy ő majd a sík szakaszokon igencsak jó eredményt fog elérni. Oleg Kvast következő versenyző, akit érdemes kiemelni, hiszen ő egy német 25 éves bringás, és egészen jó eredményt ért el a mai napon is. Végül a 3. helyre tudott felállni, tehát azt lehet mondani a dobogó legalsó fokára, de azért, hogyha valaki ott van, már azzal is elégedett lehet. Igaz, hogy ez a rövid táv, ez olyan nagyon nagy előnyt azért a végére nem jelent, de majd szépen a napok során. A nap legjobbja viszont Manuel Porsner lett, aki az előbb látott Kvast csapattársa a Stölting együttesében. Egy 1996-os születésű fiatalember, aki 1 perc 10,55 század másodperces időeredményt ért el, ami azt jelenti, hogy több mint 2 másodperccel bizonyult a legjobbnak, ami azért egyáltalán nem kis bravúr, éppen Porsnert láthatjuk a képen, ő 96-os születésű. Azért az nagyon ritka, hogy valaki ennyire fiatalon ott legyen a legjobbak között, még ha tényleg rövid távról beszélünk, tehát ez becsapós. Igen, ritka, ez a rövid táv végtán jobban fekszik a fiataloknak, mert hamarabb tudnak lábra kapni, de az előnye az nagyon megnyugtató, tehát a távhoz képest a 2 másodperc azt gondolom, hogy nagyon komoly előnynek számít, úgyhogy biztos, hogy elég komoly sebességeket ért el. Tehát, hogy a sprintben is rá kell majd figyelni. Elképzelhető, igen, hogy más szakaszokon is ő jó lehet. Lovasi Krisztián
a következő versenyző, akiért szorítani lehetett, és a szombathelyi közönség izgult is. Ő 1 perc 14,35 század másodperces eredményt ért el, ő a Team Differdange Los együttesében teker jelenleg. A 12. helyen érkezett be ekkor, de aztán egy helyen hátrébb csúszott egy kicsit később, azt is megmutatjuk hamarosan, hogy miért. Nagy különbségek nincsenek, tehát azért itt olyan nagyon nagy probléma nincsen, de Lovasitól vártuk is azt, hogy elő legyen, mert neki azért a sprint a legerősebb műfaja. Igen, azt gondoltuk, hogy ő lehet a legjobb magyar, de Kusztor Peti meglepte, hogy elárulom itt a titkot a későbbiekben. Ő lett végül a legjobb magyar, nagyon jó időt ment, főleg ahhoz képest, hogy ő inkább a hegyekben szokott remekelni. Úgyhogy tényleg komolyan gondolja ezt a sárga trikó várományos szerepét. És azért látjuk, egy mini Rube szakaszt is sikerült betenni ide, ha nem is ötcsillagos kockaköves szakasz, de azért kockaköves szakasz ez is, és ezekből a képekből is igencsak kijön az, hogy mekkora tempó van itt a végén. Ha kiszámjuk, hogy 1,2 km és olyan 70 másodperc, 72 másodperc, azért ez egyáltalán nem rossz, tehát kerekítve 60 km per órás. Elég komoly átlagokat mentek. Átlag az még egy kilométeren sem kis teljesítmény, azért nem sokan tudnak hasonlót. Érkezik tehát a második legjobb magyar, Lovasi Krisztián, aki végül a 13. helyet szerezte meg. Mert hogy a legjobb magyar Kusztor Péter lett, és akkor róla beszéljünk is egy kicsit, mert hogy ő tényleg nagy favoritnak számít, már alapból megkapta az egyes rajtszámot, ami jó hazai versenyző, de szintén elmond valamit az esélyeiről, és nagyon jó formában is van. Igen, nagyon jó formában van, vasárnapi nap sikerült Szlovéniában egy nagyon komoly versenyt megnyernie, úgyhogy nagyon készült erre a versenyre, és szabadkozik, hogy ő itt nagyon sok pontot szeretne gyűjteni. A kezdés minden esetre ennek megfelelő. Megnézhetjük, hogy mi is lett az első szakasz végeredménye. Manuel Polsner nyert tehát 1 perc 10,55 század másodperces eredménnyel. Henrik Sandell lett a második a Team Fixit Noble, és Oleg Kvast a harmadik a Team Stölting együtteséből, úgyhogy ők hárman a dobogón. A legjobb magyart pedig a 8. helyen találják, Kusztor Péter, az Amplac BMC versenyzője. Úgyhogy ez volt a második rész. Olyan nagyon sokat azért nem tudtunk meg, azt hiszem, de Kusztornak mindenképpen örülhetünk, és tényleg, hogyha itt az elkövetkezendő szakaszokra gondolunk, akkor azért Manuel Polsner a mezőnyhajráknál mindenképpen főszereplő lehet. Biztos, hogy figyelni kell rá, mert ha ilyen gyors, akkor valószínűleg a véghajrákban még lehet szerepe. Van, aki mondjuk egy ilyen szakaszt követően elszomorodik? Ha jók az információim, volt olyan, aki nem tudta bevenni azt a két kanyart, amit hát igen, van, akinek ez nem sikerül. Igazából azért a fiatal versenyzőknek előfordul, hogy megremeg a lábuk. Tehát tényleg ez nagy lehetőség, nagyon-nagyon komoly dolog egy ilyen nagy versenyen rajthoz állni, és néha így van, hogy becsúszik egy baki, de azt gondolom, hogy egy hét, tehát még itt nagyon sokszor lehet javítani. Természetesen a szakaszt követően megkérdeztük az érintetteket, hamarosan elmondják a véleményüket, viszont az elején megmutatjuk Kis György véleményét is, lesz egy rovata, minden nap jelentkezik a Gyuri megmondja, amelyben véleményt alkot. Ő a helyi speaker, és egészen jól ismeri ezt a mezőnyt, meg a magyarországi versenyeket. Külföldi siker született, hiszen a Team Stölting bringásai vitték a prímet Polsnerrel az élen, azonban nem alakultak ki nagy különbségek, hiszen mindössze 1200 méter volt az egész útvonal, 14 másodperc volt az első és a 93. még versenyben lévő versenyző között. Egy érdekesség volt, hogy pont a győztes versenyző csapatából, a Stöltingből a bolgár idegen légős egyszer lekéste a rajtját, és még arra sem volt módja, hogy elinduljon a saját idejébe, hiszen jó néhány perccel később ért oda, és ezt az UCI, a Nemzeti Szövetség bírója már nem honorálta. Ami számomra nagyon kellemes meglepetés, és a múlt hétvégén Krányban Grand Prix-t nyert Kusztor Péter formáját jelzi, hogy ezen a sík 1200 méteren is a legjobb magyar tudott lenni, és mindössze 3 másodpercet kapott az összetett a szakasz győztesétől. Lovasi Krisztián közvetlenül mögötte van. Olyan versenyzőket utasítottak maguk, mint a szerb bajnok Stevic például, aki nagyon veszélyes ellenfél, és az egész szerb válogatott nagyon veszélyes ellenfél lehet az elkövetkezendőkben. Yeah, I felt quite good. I had a bad first nagyon rosszul sikerült az idényem első fele, a térdemmel is akadtak problémáim, de rendkívül sokat edzettem, és ez fizetődött ki ezen a versenyen. Az az igazság, hogy ez a rövid 1200 méteres táv kedvez nekem és a stílusomnak, és rendkívül boldog vagyok, hogy végül meg tudtam nyerni a Tour de Hongrie első szakaszát. Rengeteg néző kint volt a versenyen, ráadásul a főtér is gyönyörű volt, igazán élvezetes volt így versenyezni, és nagyon örülök a győzelemnek. 13. időt sikerült elérnem,
igazából viszonylag meg vagyok vele elégedve, szerettem volna az első ötben zárni, de úgy érzem, hogy az egy bő fél másodpercet, talán egy fél másodpercet lehetett nyerni az időfutam kerékpárral ma, amivel mi nem készültünk, nincs elég cuccot hoztunk el Luxemburgból, nem akartunk még plusz 6 darab időfutam kerékpárral szenvedni, de igazából teljes mértékben meg vagyok elégedve ezzel a 13. helyjel, a verseny az nem ma dőlt el, szerintem az a következő 1-2 napban fog eldőlni. Különösen mindent kiadtam magamból, a maximumot hoztam ezen a rövid távon, a kanyarokba is, mindenhol, úgyhogy ennél nem tudtam volna jobbat menni. 8. hely, teljesen elégedett vagyok, úgyhogy a verseny nyitott, bármi lehet még. Ha nem lesz olyan túl nagy cél akkor inkább a sprintre koncentrálunk. Ha esetleg lesz egy komolyabb oldalszeres rész, akkor talán kicsit megrostáljuk a mezőn még a befutó előtt. Szeretnénk javítani az eredményeinken, szakaszgyőzelem akár, vagy összetettbe előrelépést. De hát ugye még nagyon sok nap van hátra, nem feltétlenül holnap fog eldőlni, de holnap is van rá esély, hogy változás legyen. Rendkívül érdekes volt, amit nyilatkoztak, erre is hamarosan kitérünk. Most azonban megmutatjuk a trikósokat is. Az összetett versenyt a Bringasport nagydíjáért Manuel Porzner vezeti, úgyhogy ő az, aki megnyerte egyrészt a mai szakaszt, ezt követően pedig a sárga trikót is magára húzhatta, de kap külön egy aranyérmet is. Azért az mindenképpen egy nagyon szép eredmény, hogy 19 esztendősen ő ott tud lenni. Hamarosan látjuk őt is, Oleg Kvast már meg is kapta az érmét. Most jön Henrik Sandal, 1:12.68 az ő időeredménye. Ő megkapja az ezüstöt, és akkor itt van Manuel Porzner, aki ilyen fiatalon is a legjobb tudott lenni ebben a közel 100 fős mezőnyben, ami azért jól mutatja, hogy mekkora érdeklődés volt valóban a mostani Tour de Hongrie iránt. Oké, hogy még azért nem Virtus csapatok tekernek itt, de ettől függetlenül annak örülhetünk, hogy van Tour de Hongrie, és az idővel majd egyre rangosabb és rangosabb viadal lehet. Itt van tehát a sárga trikó, aki majd a végén a Várkert bazárban magára húzza, ő lesz a legboldogabb. Ami a többi mezt illeti, fehér mezben hivatalosan majd Henrik Sandal fog tekerni, hiszen azt is ki kellett osztani. A hegyi pontversenyt, a piros trikót, azt Marek Kanekcsi fogja majd viselni. Ő a szlovákoktól, az Amplac BMC csapatától jött egyiket, tehát ő szlovák és az Amplacban teker, úgyhogy holnap majd rajta lesz ez a bizonyos piros trikó, kiosztják az összeset is, a zöld pedig Ole Kvaston. Úgyhogy őt majd külön is figyelhetjük holnap ebben a zöldben, így egy picit könnyebb lesz felismerni. Természetesen más az, aki viseli a trikót, és más az, aki majd a végén magára húzhatja mondjuk holnap, hiszen itt most még nagyon pontokat nem lehetett kiosztani, főleg hegyi pontokat nem, hiszen nem volt hegy. Holnap viszont majd lesz hegy, és azt már mutatni is fogjuk önöknek, hogy egy jóval izgalmasabb szakasz lesz az útvonal szempontjából, hiszen nem egy nyílegyenes rész, meg két kanyar, hanem annál sokkal, de sokkal bonyolultabb lesz. Meg is nézhetjük majd, hiszen a holnapi etap a Szombathelyről indul, és Keszthelyen ér véget, közt pedig jó néhány helyiséget fog majd a mezőny érinteni, többek között Zalabén is egy olyan, amit keresztül szel majd ez a közel 100 fős csoport, vagy meglátjuk, hogy mennyi lesz. Visszatérve az interjúkra, ami nekem nagyon érdekes volt, az az, hogy Lovasi és Kusztor mennyire máshogy látja. Lovasi Krisztián azt mondta, hogy az elkövetkezendő néhány nap adja majd meg gyakorlatilag a végeredményt, míg Kusztor Péter inkább úgy fogalmazott, hogy meglátjuk, hogy jutunk el a király szakaszig. Hát igen, igazából azért ugye a hosszú szakaszon mindenképpen várható, az ilyen rövid mezőnyben szét tudnak aprózódni nagyon, főleg, hogyha lesz egy kis szél, vagy valami, akkor esetleg egy elszakadó csoport az olyan előnyre tehet szert, amit utána már akár a királyetapon sem lehet behozni. Ugye ezért kell nagyon észnél lenni, akár már a holnapi napon is, ugye a Zalai dombságban is könnyen lehet ez, hogy nem egybe fog érkezni a mezőny a célba, hanem darabokra szakadnak. Lehet, hogy ezért is találták ki ezt az útvonalat? Tehát nem igazából azt nézték, hogy menjünk el Keszthelyig, hanem hogy ott befújhat az oldalszél. Biztos, hogy van ebben, igen, tehát így azért sokkal izgalmasabb a verseny. Azt gondolom, a táv az nem hosszú, tehát ez tény, hogy itt inkább azzal lesz a gond, hogy sebesség miatt ez biztos, hogy nagyon gyors lesz. 6 fő mennyire tudja, vagy mondjuk 5, mert védeni kell az első számú embert, ezt a mezőnyt kontrollálni? Igazából így, hogy nem túl nagy a mezőny, tehát ilyen 100 alatt van egy pár az össz létszám, így tudják kontrollálni, ráadásul ugye ezek a csapatok, kisebb csapatok olyan versenyeken vesznek részt, ahol nagyjából ehhez vannak szokva, hogy 5-6 emberrel kell helytállni, úgyhogy szerintem ez nem lesz gond. Meglátjuk, talán így magyaroknak lehet arra esélyük, mivel hogy 5 csapat van,
Kicsit összefogva azért ők itt talán kontrollálhatják a mezőnyt jobban. Izgalmas ez, Bányt, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma, találkozunk holnap is. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, holnap 22 óra 15 perctől jelentkezünk majd az első normál szakasszal a Tour de Hongrie-ról. Tartsanak velünk akkor is, a viszontlátásra. A Tour de Hongrie legjobb hegyi versenyzője minden szakaszon a piros Kunshak-Szesz trikót viseli. A Kunshak-Szesz ZRT a bringás élmények és a Tour de Hongrie támogatója. A Tour de Hongrie és a közvetítés támogatója a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság és a selectalok.hu. A Tour de Hongrie kiemelt főtámogatója az OTP Junior. A közvetítés és a Tour de Hongrie támogatója a MOL.